Ha tovább andalgunk a hegyen, most a Surányi Miklós utcában, akkor hamarosan feltűnik egy érdekes villa, bár most már egy egész magas tuja takarja, de van rajta egy violin kulcs, ami ráadásul az építtetőnek a monogramjával van keresztezve. Folytatjuk a pécsi Bauhaus sétánkat. A Bauhaus magyarországi képviselői közül legtöbben Pécsről származnak. Forbát Alfredről és Breyer Marcellről már volt szó az előző részben, neki eddig egyébként csak egy emléktábla jutott itt. Most jöjjön a szintén pécsi születésű Molnár Farkas. Természetesen már emléktáblát is kapott, és az emléktábla szerint ez a Kalivoda villa, Kalivoda Olga és Kürschner Emánuel háza, és tervezte 1940-ben Molnár Farkas, aki Pécsen született 1897-ben, és Budapesten halt meg tragikus körülmények között 1945-ben, mert gyakorlatilag kibombázták a lakóházából. A hazai építészeti modernizmus vezető egyénisége, a Sziam magyar csoportjának alapítója. 1921-1924 között a weimari Bauhaus növendéke, Forbát Alfreddal együtt Walter Gropius munkatársa. Az építész egy zenész házaspár számára tervezte 1940-ben a házat, így rendkívül sajátos kívül és belül. A Brnóból származó Kalivoda Olga már Európa hírű énekesnő volt, amikor 1911 őszétől a Pécsi Városi Zeneiskolában lett óraadó. Férje, Kürschner Emánuel, hegedűművész, zenetanár, a Pécsi Városi Zeneiskola igazgatója volt. A házaspár először Forbát Alfredot bízta meg a munkálatokkal, de ő már akkor Svédországba távozott, így végül Molnár Farkasé lett a villa tervezése. Játékosan geometrikus alapformákból, egy alig tagolt fekvő hasábból és egy hozzátapadó hengerből áll. A ház alaprajza pedig állítólag egy basszuskulcsot formáz, ugyanis a házaspár ebben tartotta a zongoráját. És természetesen a Bauhaus épület lapostetős, méghozzá egy napozó teraszos lapostetővel, és egy olyan állítható zárt paraván korláttal, amit hogyha napoztak, akkor az utca felől el lehetett takarni, ha pedig árnyékolni kellett a homlokzat ablakait, akkor félig le lehetett ereszteni. És akkor a polgári villák után egy más lépték és más típusú épület, a Pálosok temploma. A Tettye nyugati szélén vagyunk, a Hunyadi János utca egyik kanyarjában bukkan föl a Pálosok temploma, ami ugyan nem Bauhaus, hanem inkább Novecento, tehát a korszaknak, a 30-as éveknek egy olaszosabb stílusát követi, de ugyanolyan szép. Ráadásul egy napja már gyönyörűen újra látható a védőburkolat nélkül az itt álló Vazarelli szobor is. A templom a klasszikus bazilika formát írt változata akkori kortárs elemekkel, mert a tervezője finoman egyensúlyozott a történelmi stílusok romantikus átköltése és a modern formák között. A tervező Weichinger Károly nem volt Bauhausos, de hatott rá a modern stílus. Az 1937-ben elkészült Pálos templom inkább azt mutatja meg, hogy a 30-as években az egyházi építészetben is lezajlott a modernista áttörés. A vasbeton szerkezetű épület burkolata a környezethez, a természeti környezethez alkalmazkodik. A geometrikus kubusok szigorúságát pedig ezek a félköríves ablakok és árkádok oldják, amik az épület mellett is árkádként húzódnak tovább, és láthatók itt fent a toronyban is. Továbbá tulajdonképpen ismétlődnek a kortárs pécsi építészetben, elég ha csak a tavaly átadott új pécsi vásárcsarnokra és azoknak az íveire, hasonló íveire hivatkozom. A Pálos rend néhány sikertelen kísérlet után csak a két világháború között tudott visszatérni Magyarországra. II. József 1786-os feloszlató rendelete után volt 150 év kényszerszünet.
1934 tavaszán aztán 14 pálos szerzetes érkezett meg Częstochovából, a lengyel központból, és a pálosok először Budán a Gellért-hegyi sziklakolostort és a sziklatemplomot vették birtokba. Az újoncok képzésére viszont egy nyugalmasabb, a fővárostól távoli helyre volt szükségük, és azért esett a választás Pécsre, mert a pálosokat 800 év köti Pécshez. Pécs mellette Jakab-hegyen a török időkig működött az egyik legrégebbi pálos kolostor, aztán a törökök után visszajöttek Pécsre, és a mai Király utcában, a Sétáló utcában építették föl templomukat és a kolostorukat, ami a ma Széchenyi gimnáziumként működő épület, és ahol a II. József-féle feloszlatásig éltek és működtek. Templom és rendház a hely adottságainak megfelelően a főbejárat délfelé néz, és a homlokzat, és észak felé a szentély, és mögötte vannak a rendház épületei, és a főbejárathoz egy széles lépcső vezet föl. Itt van a homlokzatnál is szélesebb előtér, ahonnan oldalra a templom külső részei is megközelíthetővé válnak egy árkádsorral. Az egész templomra jellemző a helyi dolomitos terméskő szabálytalan mintázatú burkolata. A pécsi helyi építészetben külön hagyományai voltak az ilyen kőfalazási technikának. A terméskőből rakott homlokzat síkját középen aztán két tengelyesen azonos szélességű nyílássor bontja meg. A bejáratként is szolgáló földszinti keretezett árkádívek nagyobb magasságúak, mint a fölöttük elhelyezkedő négy félköríves ablak, amelyek a templomtér és a kórus megvilágítását szolgálják. A templom háromhajós, de a mellékhajók csak a hívek vagy a látogatók közlekedését szolgálják. Egyébként a templom, a modern templomépítészet elveit követi, a külső falak téglaborításúak, a terhet, a mennyezet és a karzatok terhét pedig betonoszlopok és ívek hordozzák, az oltárt pedig természetes fény világítja meg, ahogy ebben a korban és a modern templomépítészetben akkor szintén szokás volt. A kolostor, tehát az első magyar alapítású szerzetes rend a pálosok temploma, de ki volt az építész? Wehinger Károlyt elsősorban a Műegyetemen ismerik, ahol évtizedekig tanított a középület tanszéken, és generációk sorát a nemrég elhunyt Finta Józsefétől Jurcsik Károlyéig. Az ismertebb épületei pedig a budai Szilágyi Erzsébet gimnázium, illetve a még ismertebb, az első pálos kolostor, ami a Gellért-hegy lábánál a Szabadsághídnál áll. A festői tömegű épület a szocializmus évei alatt a Balettintézet kollégiumaként működött, aztán a rendszerváltás után került vissza a rend tulajdonába. A zárt geometrikus tömegeket ott is nagy félköríves ablakokkal és árkádokkal oldotta fel az építész.